Elég régóta rajt van már a radarunkon a dalos jelentkezés, de igazából ez volt az első olyan év, meg olyan alkalom, amikor volt egy olyan dalunk, ami megfelelt minden feltételnek, illetve nyilván ugye a dátumoknak is. És úgy éreztük, hogy most ez a dal, amit érdemes beadnunk. Egy magunkfajta vidéki rockzenekarnak ez egy hatalmas lehetőség, hogy megmutathassa magát az ország közönségének. De a sztori az valamikor az év elején kezdődött, amikor épp a idén 10 éves zenekar és egy ilyen jubileumi kislemezt készítettünk, aminek az volt a koncepciója, hogy legyen rajta egy nagyon metálos, nagyon kemény dal, illetve egy poposabb, mert nekünk ez a jellemző zenei világunkra, hogy ezt próbáljuk megötvözni több-kevesebb sikerrel. És hát ez a dal a poposabb dal lett, és én azt gondolom, hogy mind a zene, mind a szöveg pontosan úgy sült el, ahogy az elején ezt elterveztük. Ó, én Phoenixnek. Na, vicceltem. Gabi és a fiúk, persze. Gabi és a fiúk, ez még jobb, tényleg a Helen és a fiúk is bevált annak idején, tudod. Nagy sorozat, teljesen jó. Na, de akkor meg Gabo. Gabi és a fiúk, meg a Phoenix. Meg a nőfix. A hatodik érzék. Nem tudom, megfogott. Nem normális ez a sztori. De nem tudok zenét írni, úgyhogy azért mertem ilyen gyorsan válaszolni. Hogy hál' Istennek erre nem kell majd nem sort keríteni. Hát én sorozatot mondanék, mondjuk a Stranger Things-nek szívesen írnám a filmzenéjét. De nagyon megfogott a hangulata, pont annyira borzongató, ami még belefér a kommersz keretek között, meg egyáltalán az egész sztori.